Szombaton az elmúlt három évhez hasonlóan megtelt az újfehértói sportcsarnok küzdőtere, százan indultak el a negyedik alkalommal megrendezett Izsó Mihály emlékversenyen. A sportágat a városban meghonosító edző 2013-ban hunyt el. A viadal része volt az országos bajnoki sorozatnak. A résztvevők három technikai és öt küzdelmi kategóriában mérték össze tudásukat. Úgy látom, minden évben egyre több szurkoló jön ki. Ugye nálunk is egyre több gyerek kempózik, és ugye a családtagok, meg azok ismerősei, tehát egyre több a szurkoló. A Magyar Kempó Szövetség elnöke elmondta, hogy mintegy 6000 űzik az országban a sportágat, amelyet mindenkinek tud ajánlani. A küzdősport az nem csak a fizikumot, hanem a jellemet is nagyon erősen építi. Tehát én azt tudom mondani minden egyes szülőnek, hogy aki lát egy kis harcosságot a fiában, lányában, mert ugye nagyon sok lány is űzi a küzdősportot, legyen ez bármilyen küzdősport, az hozzá le nyugodtan kempózni. A kempó az egy nagyon összetett önvédelmi rendszer, tehát amellett, hogy edz a gyerek, amellett megtanulja az önvédelmet is, lesz egy olyan plusz magabiztosság benne, amivel biztosabban, nyugodtabban tud közlekedni a mindennapokban, és ami a legfontosabb, hogy az élethez ad egy olyan plusz önbizalmat, amit saját magamon is tapasztalom, hogy az élet minden egyes területén tudja az ember azt a határozottságot, azt a céltudatosságot, amit az edzéseken gyakorlunk és elsajátítunk, az élet más területén is használni. A csapatversenyt a 24 kempust indító hazaiak nyerték, a Firewolf és a Herceghalmi Kempú dolgása előtt. A szövetség az eredményeket figyelembe veszi az október végén esedékes romániai Európa-bajnokság csapathirdetésekor.